Sorban állnak a Bonyhádi Széchenyi István általános iskola aulájában a tanulók, hogy megkóstolják a helyi termelők által készített mézeket. Ugyanis az intézményben idén is egészséghetet tartottak, hogy még több élményhez tudják kapcsolni a diákok, fontos az egészséges életmód és annak fenntartása. Több éve szervezzük már ezt az egészséghetet. Nagyon fontos a gyerekek számára, hogy ne csak tanuljanak egy iskolába, hanem élményekben legyen részük. Éppen tegnap hallottam egy kisfiút, aki hazafelé menet, azt mondta az anyukájának, hogy nagyon jó, hogy ma ivóklékkóstolás volt, de holnap mi lesz? Holnap mézet fogunk kóstolni. És azt gondolom, hogy ez a kisgyerek örömmel fog másnap iskolába jönni. És ezt az élményt szeretnénk azért a gyerekeknek nyújtani, amellett, hogy egészséges életmódra próbáljuk őket nevelni, sportolással, egészséges táplálkozással. Egy évnél idősebb gyerek már fogyaszthat mézet, sőt, sok szakember a cukor helyettesítőjeként említi a mézet. Ugyanis a mézfajtákban 11 ásványi anyag és 17-féle nyomelem található. Ezek együtt vannak jelen, így segítik egymás felszívódását. Most már évek óta fölkértek arra, hogy ezen az egészség héten, ami minden évben van októberben, akkor nem kóstoltatnám meg a gyerekeket mézzel, és még szoktam jönni a novemberi hónapban, amikor egy ilyen nemzetközi összefogás alapján az Országos Mézegyi Egyesület is most már évek óta meghirdette ezt a minden gyereknek legyen mézes reggelije propagandát. Az első évben, amikor idejöttünk, akkor a gyerekek még félve nyúltak az üvegekhez, félve nyúltak a pumpákhoz, de most az évek során már annyira bemelegedtek, hogy szinte önkiszolgálóba ment át a dolog, és már mindenki tudja, hogy működik a mézpumpa, hogy kell kanalazni a mézet, és egyre nagyobb érdeklődés van úgymond a mézek iránt. Másikra teszünk másikat, én is úgy gondolom, hogy te is jó. Én szerintem mindenki egyenemből már nagyon egészséges és nagyon finom is. Finom. Az iskola monoton mindennapjaiban új élményt biztosított az egészséghéten szervezett programok sokszínűsége. A hét minden napján kíváncsian és lelkesen mentek a tanulók iskolába, hogy vajon aznap mi vár rájuk. Hétfőn reggel egy zumbával kezdtek a gyerekek, utána a vízivást népszerűsítettük azzal, hogy a zumba után ivóvizet kaptak, mindenki egy pohár vizet ihatott, és hogy érezzék a gyerekek azt, hogy fontos a vízfogyasztás, ezért plakátokat készítettek, amiket folyamatosan raktunk ki a fali újságra. A gyerekek következő napon, kedden ivólét kóstolhattak. Hát nekem az volt a legkedvencebbem, ami történt itt ebben, hogy ez a süti kóstolás, meg ilyen mindenféle ilyen méz most is, olyan finomak vannak. Hát az apukám nagyon szépen megcsinálta az egyik gyümölcsöt, és ez nagyon tetszett. A szülők nagyon nagy segítségünkre vannak, és azt gondolom, hogy a szülők is élvezik ezeket a programokat. Igyekszünk mindent úgy csinálni, hogy szabadidőbe legyen, és végül is a tanórákat nem zavarja, és így kapcsolódik az egész a mindennapokhoz. Gondolva a jövő évi programkínálatra, fűszer és gyógynövényeket ültettek az iskolások. Az idén a felső tagozatosok vállalták egy sziklakertnek a gondozását. A sziklakertbe fűszernövényeket tettek. A felső tagozatosok gyümölcssalátát is készítettek, és hát a következő évre ez már kicsit előkészülünk azzal, hogy a fűszernövényeket hogyan fogjuk majd hasznosítani az egészséghét folyamán. Az idei egészséghét programjába a mozgás, a helyes táplálkozás, a megfelelő mértékű vízbevitel témái kerültek előtérbe.